tenyésztőknek elengedhetetlenül fontos, hogy továbbképezzék magukat. Erre adott lehetőséget Domonyvölgyben egy konferencia, melyen a táplálás legújabb vívmányairól hallhattak előadásokat. Hogy kerültem ide? Nagyon egyszerű. Imádom a lyukkanubát, szó szerint is, tehát nem csak, hogy a kutyákat ezzel etetem, én is megkóstoltam, és tényleg finom. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete számára nagyon fontos a lyukkanuba céggel való együttműködés. Több mint 300-an vettek részt az idei Domonyvölgyi 6. nyílt tenyésztői konferencián a Lázár Lovasparkban. Az évről évre rendszeresen ismétlődő rendezvényen számos hazai sportoló és híresség is részt vett, mint például Vörös Zsuzsa, öttusa olimpiai világ- és Európa-bajnok, Sasvári Sándor színművész, musical énekes, Sági Szilárd gasztrokibic, Növényi Norbert olimpiai bajnok birkozó, világbajnok ketrecharcos és színész. A nap legnépszerűbb programjai közé tartoztak a tenyésztőknek szánt előadások. Aktuális témák mellett kiemelt szerepet kapott a tenyésztés eredményességét nagyban befolyásoló szaporodás biológiai folyamatok elemzése, a MEUE aktuális programjainak és tevékenységeinek ismertetése, a legújabb trendek és módszerek, vagy éppen az élménybeszámolók. A nap egyik házigazdáját, dr. Berkényi Tamás állatorvost arra kértük, foglalja össze pár szóban az előadásában elhangzottakat. A mostani tenyésztői konferencia témája a szaporodási ciklus eredményességét befolyásoló tényezők voltak. Jól ismert, hogy az életkor, a fajta, a fedeztetés módja, illetve a táplálék azok a tényezők, amelyek meghatározzák egy alom sikerességét, az alomszámot. Fehérje hiányos táplálás, a nem állati eredetű fehérjével történő táplálás végzetes hatással lehet a kölyök kutyákra, csökkenti az alomszámot, csökkenti a születendő kiskutyáknak az elválasztási súlyát, romlik a kiskutyáknak az immunstátusza, ami azt jelenti, hogy fogékonyabbak lesznek a különböző betegségekre. Kísérletekkel bizonyították, hogy az omega 3 zsírsav hiányos táplálás esetén csökken az alomszám, egész egyszerűen kevesebb kiskutya születik abban az esetben, hogyha nem biztosítjuk számára az eszenciális omega 3 zsírsavak mennyiségét. Tenyésztő körében szintén jól ismert a kálcium hiány következtében fellépő kálcium hiányos tetánia, aminek a fő oka a nem megfelelő hiányos kálcium bevitel, a fokozódó kálcium igény a vemhesség csúcsán a második, negyedik héten kálcium hiány következtében idegrendszeri tüneteket okoz. A tenyésztőknek azért fontos minőségi táppal etetni a kutyáikat, mert teljesen egyértelmű összefüggés állapítható meg a tenyésztés eredményessége és a minőségi táplálás között. Teljesen egyszerűen szólva, aki rossz minőségű gyenge tápokkal eteti a kutyát, annak a szukája rossz kondícióban, rosszabb eredménnyel teljesíti a szaporodás, illetve a tenyésztési időszakot. Egész egyszerűen rosszabb minőségű kiskutyákat fognak felnevelni, amelyek értelemszerűen nem segítik a tenyésztői eredményeit, nem tudja eladni, illetve nem fogja a népszerűségét, az ismertségét sem növelni. Magas szinten képviseltette magát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete is, hiszen a szervezet elnöke tartott előadást a MEUE jelenéről és jövőjéről. Korozs Andrást arra kértük, beszéljen arról, milyen szempontok alapján alakították ki e partneri viszonyt. El kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok professzionális és nagyon sok átlagon aluli minőségű kutyatáp van a magyar piacon jelen. Hosszú évek tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy a vezető kinológiai szervezetnek az országban el kell, hogy kötelezze magát egy olyan takarmányhoz, egy olyan takarmány irányába, ami a minőség felé mutat, a produktum szempontjából, a kutya szempontjából. Hosszú évek óta felhőtlen a kapcsolatunk, és ezt a kapcsolatot másfél évvel ezelőtt még szorosabbra fűztük, és nagyon jó visszajelzésekkel konstatáljuk azt, hogy ez a döntés jó volt. Természetesen egy ilyen kereskedelemmel foglalkozó cég el is vár ezért dolgokat. Mi felvállaltuk ezt a világméretekben is elismerést kiváltó tápnak a valamilyen szintű szponzorálását. Rendezvényeinken, iratanyagainkon, borítékjainkon mindenhol feltüntetjük, hogy együttműködő partnere vagyunk a cégnek. Jelen pillanatban jól működik. Nem titkolt vágyunk, nem titkolt elképzelésünk, hogy a 2013 évi világkiállításon is kiemelt szerephez jusson.
A tenyésztők általában a kutya kiállításokat is sűrűn látogatják. Nem véletlenül találunk az előadók között nemzetközi küllembírót is. Harsányi Pétertől, a MEOE küllembírói tanácsának tagjától arról érdeklődünk, hogy bírói szemmel észrevehető-e, hogy egy-egy kiállító minőségi táppal eteti a kedvencét. Hát nyilvánvalóan igen, ez egészen biztos. Természetesen a kutyára nincs ráírva, hogy mivel táplálkozik, de egy jól felnevelt, jó kondícióban lévő kutya, amire azt mondjuk, hogy kiállítási kondíciót mutat, tehát jó méretű, jó csontozatú, jó izmolt, hosszú szőrű kutyák esetében megfelelő, hosszúságú, sűrűségű, fényes szőrzetet mutat a kutya, ez automatikusan azt feltételezi, hogy a kutya az professzionális módon volt táplálva, és hát az ilyen jó állapotban lévő kutyának nyilvánvalóan van egy belső kisugárzása is. Nézzük most azokat, akikről e nap szólt. Két tenyésztővel is beszélgettünk, és kértük őket, mondjanak egy pár szót magukról, arról, hogy elégedettek-e az általuk etetett táppal, és hogy hasznosnak tartják-e az ilyen konferenciákat. Gondos Józsefnek hívnak, fehér törpes nauczerokkal foglalkozom, most már 30 éve, és nauczert tenyésztek. Hál' Isten eljutottunk odáig a minőségi tápoknak köszönhetően, hogy kutyáinkat a világ minden pontján megismerték. Gyakorlatilag régen az volt a probléma, hogy mivel hogy nem voltak minőségi tápok, az ember kénytelen volt megvenni a húst, tésztát, meg kellett nekik főzni a piciknek, ugyanúgy a felnőtt kutyáknak is, sokkal több időt vett el, minőség nem volt olyan, mint amilyen most a minőségi tápok véget van, és úgy azért is jöttünk el, hogy hova fejlődik ez az egész, merre tovább, a minőség mennyit javult azóta, amióta elkezdtük ezt a tápot etetni. Sokat fejlődött az egész, minden téren, hát remélem, hogy továbbra is így maradnak. Vasszi Zoltán vagyok, a Tiger Tattoo, az amerikai Staffordshire Terrier Kennel tulajdonosa és tenyésztője, és azért vagyok itt ezen a rendezvényen, mert nem mellesleg egy szuper prémium tápnak a tenyésztői referense is vagyok. És nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az általunk kedvelt, szeretett kedvenceinket szuper prémium táppal etessük, mert ezzel nagyon nagy mértékben befolyásolhatjuk a kutyáink életminőségét. Nagyon fontos számomra az egészséges élet, ugye, amit a kutyáink ezeken a tápokon keresztül kapnak, hosszú legyen, és tényleg büszkén mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok öreg kutyám van, amin úgy gondolom, bármilyen fajtáról is beszélünk, mindenképpen mutatja azt, hogy nem csak maga a kutyafajta volt egészséges, hanem az a táplálék, amit a kutyáinknak adtunk, élhetővé tettük ezáltal az életüket. Ez a rendezvény, ami most jelen vagyunk, azért is nagyon fontos, itt lehetőségünk nyílik arra, hogy más olyan tenyésztőkkel is megismertessük ezeknek a tápoknak a fontosságát és jótékony szerepét, akik esetleg nem ezzel a táppal etetnek, amit mi forgalmazunk, és ezáltal egyrészt közelebb kerülhetünk is ezekhez az emberekhez, másrészt pedig az ő sikerüknek is egy kicsit a részesévé válhatunk, avval, hogyha az elkövetkezendő időszakban esetleg már a mi tápunkat választják. A tenyésztők mellett többen is részt vettek a programon, olyanok, akik egyszerű hobbi kutyatartók, de ettől függetlenül a minőségi táplálékok mellett tették le voksukat. Beszélgető partnerünk Sági Szilárd, a gasztronómia szakértője, tőle arról érdeklődtünk, hasznosnak találta-e a konferencián elhangzottakat. Teljesen nyilvánvaló volt, és látható is volt számotokra is, hogy nagyon figyeltem, hiszen az első sorban ültem, és ott mindig nagyon muszáj úgy nézni, hogy az ember figyel. Nem, egyébként tényleg érdekel, mert nagyon érdekes dolgok hangzottak el a kutyatenyésztésről. Láttam csak tévében olyan helyeket, ahol ilyen embertelen körülmények között tartották a kutyákat, hogy ezzel a képzavarral éljek, és nyilván ott olyan táplálékot sem kaptak, hogy ez megfelelő legyen, de hát ez a nagyüzemi kutyagyár, inkább így mondanám. Viszont itt, ahogy beszélgettem emberekkel, hála Istennek azért tényleg az a tapasztalat, hogy az emberek lelkiismeretesek. Nyilván ezért is jöttek el erre a fórumra, hogy itt tudjanak egyrészt újabb ötleteket, illetve tapasztalatokat cserélni egymással. Úgyhogy tényleg fontos az, hogy a kutyák mind nőnek fel, hiszen nem csak a szőrük fényesebb, de tényleg, amit mondtam, sokkal vidámabbak a kutyáim, és sokkal energikusabbak. Azon kívül még van egy nagyon hasznos dolog, a kutyagumi,
pont fele annyi kutyagumit csinálnak. De gyakorlatilag azt mondom, hogy az a táplálék, amit beviszünk nekik, azt hasznosítják, és ez mondjuk úgy kézzelfogható eredményt hoz. Én azt hiszem, hogy már csak ezért is megéri. A nap végén, a vacsora előtt, miközben a vendégek a helyi látványosságokban gyönyörködhettek, dr. Szetmár István cégvezetőt kérdeztük arról, hogy véleménye szerint mitől ilyen sikeres évről évre ez a rendezvény. A tenyésztői konferencia sikeressége azt gondolom, azon múlik, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azokat a partnereket, akiket mi kiszolgálunk, hiszen mi a szakmai csatornában dolgozunk, tenyésztőket, szaküzleteket, állatorvosokat szolgálunk ki, hogy azoknak próbáljuk átadni azt a tudást, ami elengedhetetlen a szakmai csatorna megfelelő sikerességéhez. A mai rendezvény arra volt megint példa, hogy van igény erre a szakmai tudásra, és azok az előadók, akik ma itt voltak, azok megfelelő tudást és megfelelő tudás átadást tudtak mutatni azoknak a tenyésztőknek, akik már ezen a rendezvényen részt vettek. Nagyon fontosnak tartjuk minden rendezvényünkön és minden megmozdulásunkon próbáljuk azt előtérbe helyezni, hogy a szakmaiság és a szakmai munka az elengedhetetlen, és ehhez tudásra és tanulásra van szükség, és nagyon szívesen és nagy örömmel tartjuk ezeket a továbbképzéseket és szakmai konferenciákat. A tenyésztő akkor lehet igazán sikeres, ha ezekben a témakörökben is jártas. És ha a tenyésztői partnereink sikeresek, akkor az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mi is sikeresek legyünk. Úgyhogy talán ez lehet a legfontosabb üzenet ennek a mai rendezvénynek.